Sziasztok, ez itt a Top Movies, és az Exodus, az Istenek és Királyok moziba kerülése véget szeretném bemutatni 10 kedvenc bibliai tematikájú filmemet, olyan műveket, melyek korban is megfelelnek a bibliai időknek. A lista szubjektív, várom a véleményeteket, mik a ti kedvenceitek. Darren Aronofsky filmje igencsak megosztja a nézőket, én magam is kicsit inkább a fanyalgók felé húzok, de úgy vagyok vele, hogy volt pár eleme, ami tetszett. Az pedig, hogy mennyire bibliahű a sztori, hát nem nagyon, de egy érdekes feldolgozás a Noé történetének, az biztos. Russell Crowe, Aronofsky, Emma Watson, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, egy igazi sztárparádi, az egyik legismertebb bibliai történethez. Mel Gibson is érdekesen és egyedi látásmóddal nyúlt a Szentíráshoz. A Passió, Jézus szenvedés története meglehetősen sok erőszakkal, nyers brutalitással és sok-sok vérrel, ráadásul arámi nyelven a korhűség érdekében. Jézus utolsó 12 óráját mutatja be a film, az árulástól a kereszt halálig. Igazi felkavaró alkotás Mel Gibson nyers stílusában. Szintén Jézus életét láthatjuk a Királyok királya című Nicholas Ray filmben, amely 1961-ben készült. Itt nem csak utolsó óráit, hanem tanítását, munkásságát is megismerhetjük. Nyilván életútja sok mindenki számára ismert már, akinek esetleg annyira mégsem, az merített ebből a filmből a témát illetőleg. Anthony Quinn játssza Barabást a Barabás című filmben. Pilátus egy halálra ítéletet szabadon engedhet az ünnepek alkalmából, és Jézus helyett az úton álló Barabás kap felmentést az ítélet alól. A hitetlen bűnöző örül kegyelmének, nem hisz a messiásban, viszont a történet előre haladtával egyre inkább megváltozik ez a véleménye. A film sok helyütt igencsak érzékletesen ábrázolja az emberi kegyetlenséget. Egy rock opera Jézus történetéről, igen, ez a Jézus Krisztus szupersztár. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice produkcióját Norman Jewison vitte vászonra, Jézus tanítását és történetét rengeteg legendás és nagyszerű dallammal megspékelve. Afroamerikai júdás, tankok, zenék, Ted Neely hihetetlen hangja teszi feledhetetlenni a zenés művet. Scorsese műve a maga idejében nagyon megosztotta a nézőket, és egyöntetően kivívta az egyház haragját. Főként ennek köszönhető, hogy beírta magát a film történelembe. Krisztus ábrázolás módja igen eredeti, elrugaszkodik a Bibliában megismertektől. A film ugyan sok sebből vérzik, de mint mondtam, fontos helyet vívott ki magának a műfaján belül, és tényleg egy elgondolkodtató alkotás. Mózes történetét meg annyiszor feldolgozták, már az egyik legnagyszabású vállalkozás a 10 parancsolat című Charlton Heston film, amelyben megismerhetjük Ramszesszal való viszonyát, illetve azt, hogy hogyan vezeti ki a népét a rabszolgaságból a Vörös-tengeren át a Kánaánig. Nagyszerű látványvilága van a filmnek, persze a korhoz illően. Ismét Mózes története számomra az egyik legmegérintőbb bibliai feldolgozás, de ez azért is lehet, mert gyerekként láttam a filmet, és ez akkor tényleg nagy hatást gyakorolt rám, hiába, hogy egy animációs mese, ráadásul teli van dalokkal is, alig másfél órás az egész, mégis nagyon jól bemutatja az Exodus történetet. Monty Pythonék tudjuk, mindenből viccet csinálnak, nekik aztán semmi sem szent, az biztos, legyen szó akár a Bibliáról is, mert bizony a judeai Brian életén keresztül egy jókora paródiát kapunk a Biblia néhány eseményéből, és ez lehet, hogy sokaknál kiüti a biztosítékot, de biztos vagyok benne, hogy ebben a filmben nincs ártó szándék, csak rengeteg jó humor és poén. Hát ez a Brian élete. Ben Hur és Messzel a párharc egy hatalmas és grandiózus bibliai témájú szandálos film, melynek nem a konkrét történetét iklette a Biblia, viszont a vallás tematikája a végig kíséri a filmet. Többek között többször feltűnik benne Jézus alakja az alkotás fontos dramaturgiai pontjainál. A film 11 Oscar-díjat zsebelt be nem érdemtelenül, igazi időtálló klasszikus. Sokaknak a harckos is jelenet ugrik be egyből a filmből, én azt ajánlom, hogy aki a témával foglalkozik és ilyen filmeket keres, ez mindenféleképpen adjon esélyt ennek a filmnek. Illetve hát aki a szandálos alkotásokért rajong, annak is ajánlom a Ben Hurt. Most ezek voltak az én kedvenceim a témában, várom ti melyik filmeket szeretitek, miket tudnátok ajánlani esetleg másoknak vagy nekem. Köszönöm, hogy engem végighallgattatok, sziasztok!